Tavaly több száz millió forintot fordítottak az ország több száz önkéntes tűzoltó egyesületének fejlesztésére. Szabolcs megyében is több csapat kapott támogatást. Múlt héten a Polgári Védelmi Nap alkalmából több elismerést is kiosztott a szabolcs szatmár bereg megyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Ezek a felvételek a tavalyi megyei tűzoltóversenyen készültek. Itt azt nyilatkozta televíziónknak Lecskovics Zoltán, hogy 2017-ben 30 csapat pályázott arra a támogatásra, amelyet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség írt ki. Közülük mindannyian nyertek. Országos szinten 600 millió forintot osztottak ki a hazánkban működő önkéntes egyesületek között. A hivatásos és önkéntes tűzoltó között főleg képzettségbeli különbség van, de egy 40 órás tanfolyammal minimum rendelkeznek, néhányan pedig még egy 640 órás tanfolyamot is teljesítettek. Tavaly a Nagy Egyesület volt a negyedik a megyében, amelyik kiérdemelte az önálló működést. Az önkéntesek tűzoltó autóval is más, a mentésekhez szükséges eszközökkel is rendelkeznek. Amíg nem dolgozhatnak hivatásos tűzoltók nélkül, egy tájékoztató SMS-t kapnak. Vennék a stúdióban Dóka Imre, a megyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvel jó napot kívánok! Köszöntöm. Köszönöm a nézőket is. Hogy hogyha az önkéntesekről beszélünk, akkor első körben mindig a tűzoltók jutnak az ember eszébe, de nem csak tűzoltók vannak önkéntesek. Így van, az önkéntesek nagyon fontosak a megyei igazgatóság életében is, csak úgy, mint az országos szervezet életében is. Ha önkéntesekről beszélünk, akkor ugye, hogy említette, az önkéntes tűzoltó egyesületek jutnak az ember eszébe, de mellette meg kell, hogy említsem az önkéntes mentőszervezeteket is, akik ár- és belvízi védekezésben tudnak segíteni elsősorban. Persze vannak speciális egyesületek is. Maradjunk a önkéntes tűzoltó egyesületeknél. A tavalyi évben 30 olyan egyesület tudott kisebb-nagyobb összegekre pályázni, amelyek eszközökben, felszerelésekben, védőruházatban segítettek ezeknek a szervezeteknek, és hát igen, nagy előrelépés volt, ahogy a bejátszóanyagban is hallhattuk, láthattuk, a Nagykálói Önkéntes Egyesület, hiszen szabolcs már megye jól áll a önállóan beavatkozó önkéntes egyesületek terén, hiszen négy ilyen szervezet van. Demecserben alakult meg elsőként, egyébként országban 13-ként évekkel ezelőtt ez az önálló tűzoltóegyesület. Azóta pedig következő éven tarpa is tyukod tudhat magáénak ilyet, és hát ugye a évben pedig nagy káló ez azért is fontos, mert ők már megkezdik azt a fajta elsődleges beavatkozást, a hivatásosok nélkül felmérik a helyzetet, kele annyi szer, ugye nem mindegy, hogy mondjuk egy magasból mentő vagy egy vízszállító is vonul az adott esethez, vagy hány városból közelítik meg a hivatásosok különböző fecskendőkkel. De az önkéntes mentőszervezetek terén is történt előrelépés, hiszen a megyei mentőcsoport mellett 16 járási és 98 települési mentőcsoport jött létre már a megyébe, ami azt jelenti, hogy ha 229 települést veszünk megyei szinten, akkor ki lehet számolni, hogy milyen jól állunk. Ez egyébként közel ezer főt jelent, és ha már mondtam és említettem a speciális helyzetben lévő mentőszervezeteket, akkor például a megyei mentőcsoportunk, a nyír mentőcsoport az nem csak áll és belvízi védekezésben, de vízi jártasságban, kutyáskeresésben, illetve légi felderítésben is. Szakvizsgával rendelkezik, így különböző más eseményeknél is be lehet vetni őket, amely nem a vizek kártételei elleni védekezéshez köthető. Az imént említette, hogy fontos a szerepük, de miért fontos az önkéntesek szerepe? Különösképpen akkor, hogyha említette azt is, hogy milyen jó, hogy most már vannak olyanok, akik önállóan tudnak vonulni, tehát akkor vannak, akik ezek szerint nem tudnak önállóan vonulni. Így van, ez nem azt jelenti, hogy ők nem mennek egyes esethez a négy önállóan beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület mellett számos olyan helyen léteznek és alakultak meg egyébként önkéntes tűzoltó egyesületek, akár itt említhetném a frissen megalakult napkor önkéntes tűzoltó egyesületet, vagy illetve már Nyíregyházán is lesz ilyen önkéntes tűzoltó egyesület. Ez azt jelenti, hogy több kategória van. Van olyan, aki csak a hagyományát őrzi, tehát különböző erekéket, rendezvényeket, különböző ifjúsági versenyeket rendez a településén, de vannak olyan önkéntes tűzoltó akik mondjuk még nem rendelkeznek kék lámpás autóval, nem vonulhatnak önállóan, ugyanakkor kapnak SMS értesítést, mert a hivatásosok mellett ki tudják venni a részüket. Azt szoktuk mondani mindig egy kár hogy minden segítőkéz elkél. Ezek az egyesületek pont ezzel a 40 órás alattan folyammal meg tudnak szerelni akár egy sugarat, akár mondjuk a gyavartüzes időszakban a puttonyfecskendővel tudnak menni oltani, vagy kézi szerszámokkal segíteni a hivatásosoknak. Hiszen ezért gondoljunk bele, hogy egy avartüzes időszakban több órán keresztül kint van az állomány, így ott tényleg el kell, nem csak minden segítőkéz, de minden olyan segítő ember, aki erre hivatott. Az önkéntes mentőszervezetek esetében pedig azt hiszem, hogy rávilágított a, például a Fehérgyarmati térségben a nyáron a szatmári jégverés, ugye ez 2016 nyarán történt, amikor közel ezer ingatlan teteje sérült meg. Egyébként nem csak a megyéből vonultak ezek a önkéntes mentőszervezetek, illetve maguk az önkéntes tűzoltó egyesületek is segíteni a hivatásosok mellett, hanem az ország számos pontjáról érkeztek. Pontosan az ilyen jellegű feladatok azok, ahol szintén, ha segíteni kell, akkor mindenkire szükség van. ráadásul ezt ők ingyen és bérmentve teszik ezek szerint? Természetesen az önkéntesség ugye az azért önkéntesség, mert ingyen és bérmentve teszik. Ugyanakkor évek óta mind a mentőszervezetek esetében, mint az önálló, vagy az önálló önkéntes tűzoltó egyesületek életében az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság, illetve a Magyar Tűzoltó Szövetség kiír pályázatot, illetve maga az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság pedig a mentőszervezeteknek ír a tavalyi évet, hogyha figyelembe vesszük, akkor az önkéntes egyesületek közül közel 20 millió forint értékben tudtak pályázni, az önkéntes mentőszervezeteknél pedig ez a szám ez 6 millió forint volt, de itt akár gumicsónak, vagy a kutyás GPS nyakörv nyoma lehet követni, hogy merre jár éppen mondjuk a keresők. tehát hasznos eszközökre tudják fordítani, akár laktanyépítés, működés, vagy pedig eszközbeszerzés tekintetében. Vannak még olyan fejlesztések, ami, amelyekre szükség van, bár mondjuk mindig szükség van a fejlesztésre. Folyamatosan, Most mi a következő ugye következő a, a igazgatóság is több vízben akár leselejtezett gépjárművekkel tudta segíteni mondjuk az önkéntes tűzoltó egyesületeket. De ugyanakkor azt is mondhatom, hogy vice verza működik ez a fajta együttműködés, hiszen a önkéntes mentőszervezetek közül van olyan, akivel az igazgatóság mondjuk nemzetközi határon átnyúló pályázaton tud indulni. Ugye ennek volt az ékes bizonyítéka, hogy a magyar televízió is beszámolt, a tavaly év tavaszszánszabolcsveres marton egy négy országos árvízvédelmi gyakorlat, amely tényleg egy olyan komplex volt, hogy a magyarok mellett a horvát, a szerb résztvevők is itt tudtak lenni, de egyébként ugye ebben benne volt az országos főigazgatóságunk is. Tehát abszolút egy olyan együttműködés van ezekkel a szervezetekkel, amely mindennapokat meghatározza. Ha már ezt említette, akkor felvetődött bennem a kérdés, hogy az ország többi önkéntes vagy megyében működő önkéntesekhez képes, mi hogy állunk, mennyire lehetünk büszkék a sajátjainkra, akár egyébként nemzetközi viszonylatban is. Abszolút büszkék lehetünk, és az igazgatóságunk pedig kihasználja azt a fajta prioritást vagy előnyét, hogy ugye határmenti megye lévén elsősorban mondjuk Szatmár van meg az a kapcsolat, eddig legalábbis velük voltak azok a közös pályázatok, amely a lakosság biztonságérzetét tudják növelni, illetve olyan fajta fejlesztésekhez járultak hozzá, amelyek nem csak az igazgatóság, akár az önkéntes mentőszervezetek munkáját, működését tudja segíteni. Ezek a kapuk nyitva állnak, tehát hogyha valaki szeretne önkénteskedni náluk, akkor bármikor mehet. Igen, folyamatosan várjuk, és ennek ékes bizonyíték az is, hogy a közösségi szolgálathoz is a katasztrófavédelem kezdetektől fogva csatlakozott. Ma már ott tartunk, hogy a megyei igazgatóság közel 50 közoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást, ebből mondjuk a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 21 ilyen iskolával, és közel ezer fő az, aki folyamatosan jön hozzánk. Egyébként azt is el kell, hogy mondjam, aki az 50 órát nálunk tölti, az ugye három szakterület munkájába nyerhet betekintést, tűzvédelem, iparbiztonság, illetve polgári védelem. Mind a három szakterület fontos. Innentől kezdve akár önkéntesként is olyan ismeretekkel indulhat, amelyek akár egy 40 órás alaptan folyamat tűzoltás tekintetében el tudja végezni könnyen és rugalmasan, illetve magukat azokat a az önkéntes feladatokat is el tudja látni, hogy a környezetében a különböző akár tűzmegelőzési, akár pedig iparbiztonsági vagy polgári védelmi feladatokban tud a Környezetének segíteni. Tehát akkor ezeket a szaktudásokat az élet más területén is fel tudja, fel tudják Igen. használni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.